Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok szín elé újongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Advent negyedik vasárnapján hallgassuk meg az oltár előtti felolvasásul rendelt igéket. Az Ószövetség igét megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetében, a 7-től a 10. versig a következőképpen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok minnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a Te igéd igazság. Hallgassuk meg evangéliumi igénket, úgy, amint azt megírva találjuk a János írása szerinti evangélium első fejezetében, a 19-től a 28. versig a következőképpen. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A proféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát? Ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem is ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani se vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Boldogok, akik hallgatják és szívükben megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szavai szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az énekkel az ige hirdetésre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Advent 4. vasárnapján hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amely ige hirdetési alapigéjű szolgál. Megírva találjuk a Jelenések könyvének 22. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Aztán megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a falevelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városban, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, az ő neve pedig homlokukon lesz. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem: ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Isten küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétai igéit. Én János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak,
és azoknak, akik megtartják a könyv igéjét, az Istent imádd. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor advent és karácsony határához érünk, nem várhatunk kevesebbet, mint vajon kinek mélik a mondat végére. Advent 4. vasárnapján, karnyújtásnyira Jézus születésétől kár lenne egy befejezetlen mondattal tovább lépni hétfőre. Fejezzük be együtt a mondatot. Az adventi idő zárásaként a Biblia utolsó könyvének utolsó lapjáról hallottuk az igét. A Jelenések könyve izgalmasabbnál izgalmasabb képeket tár elénk, bepillantást engedve Isten rejtett titkaiba. Magunk előtt láthatjuk az életvizének folyóját abban a csodálatos városi környezetben, ahol a folyó két ága között különös növény, az édenkertből jól ismert életfa áll. János azt is látja, hogy ennek a fának különleges levelei vannak, gyógyítanak. A népek gyógyítását szolgálják, és minden hónapban terem. Talán szintén valami nagyszerű gyümölcsöt is a levelek mellett, amit mi nem is ismerünk, és amire mindig is vágytunk. Szóval ez a csodálatos város, ahol járunk, már Istené. A város centrumában Isten Jézussal együtt foglalja el a számukra méltó helyet, az uralkodás legkifejezőbb szimbólumát, a trónt. A trónok harca befejeződött. A sátán már nem ollálkodik az emberek körül, mert Isten Jézussal együtt elhozta a proféták által már régi időkben megígért békességet. És én személy szerint oda tudom képzelni a Szent Lelket, akiből maradéktalanul részesednek a megváltottak, ezért tudnak imádattal, énekelve, békében, mindent értve ott lenni ezen a gyönyörű helyen. És amíg azt is hozzátesszük, hogy a sötétség örökre elmúlik, mert minden ragyogóvá lesz, boldogság és vágy önt el. Én ott szeretnék lenni. Szeretnék azok közé tartozni, akik ezt megélik örökkön örökké. November 22-e Isten tiszteleten az igehirdetésben már megfogalmaztam, hagyj fogalmazzam meg még egyszer. Olyan fontosnak tartom itt az év utolsó, egyház év utolsó vasárnapjain ezt így elmondani a gyülekezetnek, szívből, hittel, hogy olyan jó lenne legalább ott a partvonalon állni, ott a peremen, ahol még talán számomra is akad egy helyecske az üdvözültek körében. Talán. Adventi várakozásunk egyfelől az ünnep felé visz bennünket, de nem csak bennünket, hanem családunkat és a nagy gyülekezetet. Másfelől a másodszor eljövendő Krisztust várjuk, ahogy a Márk írása szerinti evangéliumban Jézus el is mondja nekünk, hadd idézzem Márk 14:62-t. Meg fogjátok látni az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. És ezen a ponton tehetjük fel a kérdést magunknak, épp időben, advent utolsó vasárnapján. Magunk felül szemléljük Isten ígéreteit, vagy az ígéret felől rendezzük be életünket és alakítjuk gondolatainkat. Az esetben, ha magunk felül tekintünk az ígéretre, tehát innen nézünk a távoli jövőbe, a ki tudja milyen távoli jövőbe bekövetkező megváltás, csak nagyon-nagyon derengeni tud, hol erősebben, hol halványabban. Minden esetre valamiféle kötfelhő mégiscsak eltakarja Isten eljövendő örök országának minden fölülmúló dicsőségét. Persze. Hát emberek vagyunk, mondhatja bárki. Persze, hogy tükör által homályosan látunk. Olykor kételkedve a Biblia szavában. Máskor azokban a társaikban, a lelkészeinkben, akik ezekről szoktak beszélni. A ködösítés nagybajnoka szorgalmasan végzi a munkáját, így mi gyenge jellemű és gyenge hitű emberek hajlamosak vagyunk ködbeveszni. És a ködbeveszett Istenről úgy elfelejtkezni. Fiának mondatai
olykor erőtlenné válhatnak, és már nem is tűnik olyan biztosnak a jövő, tehát marad ennek a világnak látható, tapasztalható öröme, még ha ott legbelül szívünk mélyén tudjuk is, hogy ez messze elmarad a mennyei örömöktől, amiben már most akar Isten részesíteni bennünket, most akarja, hogy legyen mennyei örömünk, most akarja, hogy érezzük meg a mennyországnak a jó ízét, az ő közelségét, az énekben, a dicsőítésben, az imádatban, a magasztalásban. És ott van az a másik eset. Ha a beteljesedett ígéret felől próbáljuk meghatározni földi életünket. Felolvastunk egy igét, és ennek volt utolsó négy verse is, ami az ígéret megbízhatóságáról szólt. Olyannyira, hogy maga az Úr Jézus tanúsítja a leírtak szavahihetőségét. Hagy tegyek egy kis kortörténeti kitérőt, talán nem untatva a gyülekezetet. Amikor ez az irat keretkezett, úgy Krisztus után 70 táján, az őskeresztény gyülekezetben istentiszteleti liturgikus felolvasásra szánták a jelenések könyvét. Ergo készpénznek vették. Miért? Leginkább hitük miatt. Olyan erős volt a meggyőződésük, hogy az Úr Jézus nem mond akármit, és hogy ezeket a jánosi igéket az ő apostola, maga János írja le, ezért maga Isten vállal garanciát, hogy ebben éltek és ebben gondolkodtak. Krisztus el fog jönni, és lesz életfa, és lesznek megváltottak, és lesz gyógyító levél, és lesz trón, és lesz békesség, lesz igazi imádat, igazi dicsőítés, lesznek angyalok, lesznek állandó, ragyogó fények, lesz minden, ami szemszájnak ingere. Kedves testvérek, kedves adventben élő gyülekezet, így érdemes élni, hogy lesz. Hisszük is, meg tudjuk is, hogy lesz. Mi itt a 21. század második évtizedében abban a jó helyzetben vagyunk, hogy már minden megtörtént. Majdnem minden, az utolsó fejezetet kivéve. Hiszen Isten emberré lett, megszületett, néhány nap múlva ezt az örömünnepet üli meg a gyülekezet saját otthonában. Aztán láttuk a megváltást. Jézus tényleg meghalt értünk, tényleg vállalta a kereszten, hogy Istenként, bűntelenként érted, és én értem, meghal. És aztán mennybe menetel után elküldte a Szent Lelket, hogy mindezt el tudjuk fogadni, el tudjuk hinni, hogy hiteles és érthető legyen ez az ige. Hát, így vagyunk mi itt 2020 karácsonyának előszobájában. Testvérek, még 4 nap van hátra. A csomagküldő szolgálatok és az élelmiszert fuvarozók megkönnyítik egy picit a helyzetünket, hiszen megmenekítenek bennünket az unalmas, sok időt igénybe vevő sorbaállástól, talán óvatosabbak is vegyünk, ezért vagyunk inkább, megrendüljük a dolgainkat, és várjuk, hogy 2-3 óránként csengessenek. Sokan home office-ban vannak, otthon vannak, saját maguk tudják beosztani az idejüket. És vannak közülünk a gyülekezetben is, akik még mindig karanténban vannak, vagy éppen most betegedtek meg 1-2 nappal ezelőtt, ezért beszorultak a 4 fal közé. Szóval igazából nyomatékosítani szeretném a gyülekezetben azt, hogy van időnk, sokkal jobban van időnk, mint az előző években, mert egy ilyen pandémiás időben más az időbeosztásunk. Legyen ünnepünk. Szeretném idézni Márai Sándort, aki egyik írásával, az ünnepről szóló írásával ezt nyomatékosítja számunkra. Így találjuk az ő könyvébe szóról szóra. Ha az ünnep érkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajadat vizes kefével. Milyen szép ez a régies kép. Tisztálkodj belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami köznapok szertartása és feladata. És később Márai hozzáteszi még, és nem csak a naptárnak van piros betűs napja, az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is.
Krisztus második visszajövetelének előünnepe elkezdődött. A mennyei karral együtt énekelhetünk, és bekapcsolódhatunk az örök, dicső kórusba. Még akkor is, ha olykor azt érezzük, hogy botfülünk, vagy fahangunk van. Így tehát, amikor advent és karácsony határához érünk, nem várhatunk kevesebbet, mint a megváltottak. Jézust. Kedves gyülekezet, ez a mi igazi közös válaszunk. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet hirdetéseinket. Advent 4. vasárnapján a szeretet gyertyáját gyújtjuk meg. Karácsony ünnepéig kísérjen minket otthonainkban a szeretet lángja, emlékeztetve a szeretet születésére. Karácsony ünnepén látogatnak el a legtöbben a templomba. Az ünneplő, úrvacsorázó gyülekezet idén nem élheti meg a közös imádság és éneklés erejét, de biztatunk minden testvért, hogy Isten tiszteleteink megszokott idejében vegyünk részt az ünnepi alkalmainkon, így szenteste délután 4 órától, karácsony első és második napján délelőtt 10 órától, óéveste 6 órától, majd éjfél előtt 23 óra 45 perctől az évet búcsúztató áhítaton, végül új év napján, január 1-én délelőtt 10 órától. A most elhangzottak honlapunkon, illetve templomunk hirdető tábláján is olvashatók. Hálával gondolunk azokra, akik az elmúlt héten átutalt persejpénzzel, a 2020. évi egyházfenntartói járulékkal, adománnyal támogatták egyházközségünket. Isten áldása legyen az adományokon és felhasználásán. Továbbra is kérjük, hogy a gyülekezet adakozó kedve a pandémia idején online térbe kényszerült hitélet ideje alatt se lankadjon, hanem szívből adjunk abból, amit mi magunk is Istentől kaptunk. A sokak által naponként forgatott bibliaolvasó útmutató a lelkészi hivatalban megvásárolható, előre egyeztetett időpontban. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetjük, hogy Szendi Tiborné, született Dóka Jolán, Joli néni, nyugdíjas körünk tagja, 84 éves korában az örök hazafelé indult. Búcsúztatása Szentendrén, holnap, december 21-én, délelőtt 10 órától lesz az evangélikus temetőben, majd ezt követően szűk családi körben, Lovászpatonán veszünk végső búcsút Joli nénitől. A 2009-ben vele készült interjút honlapunkon a hirdetéseknél olvashatjuk. Urunk, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hirdetésünk minden tárgyát Isten kezébe ajánljuk. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és a testvérekkel együtt imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a 4. gyertyűséget az adventi koszorún. Köszönjük, hogy esténként sokat énekelhetünk az adventi áhítatokon. Felkészültünk születésed ünnepére. Nekünk te vagy a legnagyobb ajándék, de örülni fogunk annak is, ha lesz valami meglepetés a karácsony fa alatt. Köszönjük, hogy te is és szüleink is szeretnek minket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Szerető Istenünk,
Egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban beleengedted magad világunkba. Vállaltad a kiszolgáltatottságot, az érzések átélését, a gyermekséggel járó örömöket, földi szüleid törődését, de Mária és József hibáinak elviselését, türelmetlenségét, aggódását is. Aztán, mint közülünk bárki, felnőttél. Bőrödön tapasztaltad a felnőtt világ fonákságait, ami számodra szenvedést és halált okozott. Olyan világban szeretnénk élni, ami nem olyan, mint amibe belealászkodtál, hanem amiben te is jól érzed magad, mert a szereteted mindennél előrébb való. Taníts meg minket helyesen szeretni. Hadd legyen már ez a karácsonyunk számodra is kedves ünnep, kedves közeg, együttlét, ahol te is ott vagy velünk, otthonunk nappaliában, a feldíszített fa körül, lelked által velünk együtt énekelsz, jelen vagy a családi játékban, a téli pilis erdei sétáinkban, és ott ülsz a megterített asztalunk asztalfőjén. Vágyunk melegségedre, közelségedre, a meghittségre. Jövel Jézus, légy vendégünk. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg! Drága Krisztusunk, fel sem tudjuk fogni, mit jelent a te gyermekednek lenni. Egy élő gyülekezet tagjaiként hetenként, vagy akár naponként részesülni az igében, még ha azt most csak az online közösség részeként kaphatjuk meg lelkészeinktől, az erre elhívást kapott testvéreinktől. Meg szeretnénk becsülni az időt, közösségünket és a lehetőséget, mert kincs vagy számunkra. Imádkozunk gyülekezetünkben minden munkatársadért, akik szolgálata által jobban megérthetjük titkaidat, így karácsony misztériumát. Imádkozunk egyházadért, benne evangélikus közösségekért szerte a világon, az egyházban koronavírusban meghalt testvérekért, papokért, lelkészekért, szolgálattevőkért, az őket gyászoló családtagokért, ismerősökért. Vigasztald meg őket az örök élet reménységével. Kérünk a finnországi Lappeenrantai testvérgyülekezetünk hitéletéért, az ott folyó lelki munkáért, növekedésért. Eléd tesszük le gyülekezet plántálásunk terveit, adj nyitott ajtókat ott, ahol szükségünk van erre, és te zárj be ajtókat ott, ahová nem szabad benyitnunk. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket! Úr Jézus Krisztus, jöveteledet várja néped, kérünk, hogy igéddel tisztíts minket, szenteld meg ennek a gyülekezetnek az életét, és öltöztes fel bennünket az igazság, a békesség, az irgalmasság és szeretetet cselekedeteivel, hogy büntelenül állhassunk meg színed előtt, ahogyan ígéreted szerint majd meg kell állnunk, hogy örök életet nyerjünk a te bűnbocsátó kegyelmed és irgalmad szerint annak idején. Imádkozunk azért, hogy a gyülekezet utolsó napjai karácsony előtt megszentelt napok legyenek. Add, Uram, hogy el tudjuk engedni azt, amit el kell engednünk, és oda tudjunk figyelni arra, amire a mi figyelmünknek van szüksége. Vezess bennünket a következő napokon, hogy amikor eljön Szenteste, akkor természetes legyen bekapcsolni a számítógépet vagy a telefont, hogy együtt lehetsünk az online szentesti alkalmon, és másnap az Isten tiszteleten. És kérünk téged, te hallgass meg azt az imádságot, amit együtt egymásért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk
az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után helyetekről felállva fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Az orvosok orvosa legyen és maradjon mindannyiunkkal. Énekeljük el záróénekünket, majd még helyünkön maradva hallgassuk meg Isten tiszteletünk organajátékát, a posztúdiumot. Erős vár a mi Istenünk!